in Missouri, Oklahoma City, that's somewhere you Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a már hagyománynak számító Tolnai Bárka Fesztivált. A kilátogatók két napon át töltődhettek fel az Altarépa Szabadidőparkban. A mai napon pedig a 14 éves szokáshoz híven délelőtt halfőzőverseny volt, aminek az imént volt vége az eredményhirdetésnek, és itt pedig 4 órától várjuk a fellépőket, a közönséget, úgyhogy 4 órakor kezdődnek a színpadi produkciók. A halfőzésre több mint 30 csapat nevezett, az első helyet a Vándorló Szépkorúak baráti köre szerezte meg. Vándorló Szépkorúak 5-ös csapat, nagy tapsot nekik! A tolnai halászlét 5 alapanyagból, jó minőségű halból, vízből, hagymából, só és törött paprika. A szervező különböző gyermekprogramokkal, fajátékokkal, kézműves foglalkozással is készültek. Azt a súzósat, az oroszlányosat, a halocskásat, az egyensúlyozósat. A Bárka Fesztivál alkalmából az erdélyi Uzomból és a vajdasági Palicsról, Tolna testőr településeiről is érkeztek vendégek. Én nagyon boldog vagyok, hogy az én mandátumom vagy az én kormányzati tisztségem lezárta előtt néhány héttel még tudtam fogadni a delegációkat és azok vezetőit, és örülök, hogy pont abban az időpontban tudtak jönni, amikor a Bárka Fesztivál is zajlik. A kilátogatók többek között Kovács Alíz, az Alice Cabrass Band és az Ismerős Arcok koncertjét is megtekintették.